Szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a Tia de Awakening folytatása. Hol a csapatunk? Ha! És tényleg a Cosmic Tree-re mentem? Nem hiszem. Valószínűleg, hogy csak ide felderíteni, vagy... Két-hármas csapatot nem biztos, hogy annyira meg akarok nézni miért. Most, épp az előbb vesztettünk el egy embert. Gondatlanságból. Jelenleg két-három embert is kéne pótolni. Dolgozunk a nem tudom min. Sötétség kellős közepe. Ó, vérfarkas. Yikes! Vagy feláldozom a farkas, saját farkasomat, vagy egy emberemet, vagy egy négyes harc. Nyilvánvalóan nem fogok feláldozni valakit, még akkor sem, ha esetleg az lenne a logikus, vagy jó, vagy helyes döntés. Counteroffenzünk nincs. Counter tacticsból szoszó. Mindegy. Két viszonylag jól páncélozott alak. Ötös előre be tudjuk küldeni, és az mondjuk akkor fincsi lesz. Ettől féltem, de ez esetben mondjuk megnyertük azt az előnyét, hogy jól van. Kis counter tactics-szal kiszedjük azt. Nem egy nagy program ez a farkas, de mondjuk jobb, mintha ha nincs bent. Két supporttal felhúzzuk addig, hogy gyakorlatilag killre rak mindenkit, te meg first action-nel eléje, és két kör alatt megöljük azt a nagy farkast. Hogy elvileg veszteség nélkül oldottuk meg a harcunkat. Yippee! Túl sokat nem szereztünk mondjuk. De ahhoz képest, hogy mekkora szívás lehetett volna. Ahhoz képest nem állunk rosszul. Pajzsból tudunk valami fincsit csinálni? Mithril pajzs. Gyémántból. Gyémántokkal. Wow, 15-15 meg bónusz. Tudunk valami más bónusz kihozni? De az nem olyan tápos. Na jó, 15-15 pajzs az nem beszéd. Azon nincs mit félreérteni. És akkor beszáll a Crow. Unliving Corpse, meg Living Corpse. Ahogy nem tudom milyen, ha az Unliving Corpse. Yikes! Mondjuk ugyanaz a kombó, hogy elrakjuk majd az elejére a farkassal.
Jux! Oké, azzal megöljük az egyiket, de ezt a másikat nem. 23-as pofon. 12-es shieldet kirakjuk. No. Confuse, confuse, és azt pedig elvileg megöljük. Ez a First Action 35-ös sebzés, az elég durva csomag, amíg működik. És azért nem sok minden van, amit nem old meg. Az a baj, hogy nem látunk semmit. You see the skies darken and the air getting heavy. The wind picks up and thunder strikes. You realize very quickly that you must have stumbled upon a territory claimed by the wind demons, the Vili. Known for their territorial instincts, the Vili do not like intruders and rarely take time to discuss the matter. Indeed, you know. Szociálisra vettük, nem biztos, hogy ez a jobbik megoldás. De. Na, kirakunk egy erős beszélőnket. Nem olyan vészes, mondjuk a 4-es pilitől azért nem fogok megfélni. Counter Offense 6. Hát, egy Willis szívesebben szedtem volna le Counter Offense 6-tal. Hát ez kár volt. Support, így legalább az a farkas egy nem teljesen harcképtelen egység. Harcképtelen, beszédképtelen. Ennek az előnye, hogy nem kerül semmibe a tényleges harc, ha nyerünk. Jó, bármi is volt, azt kiszedjük, meg ezt is kiszedjük. És akkor mondjuk egy nullás Giant Crow majd oldja meg, ahogy érzi, az aktív részét a harcnak. Skies brighten once more. The Vili remain in the air watching you, but they do not attack. You are free to continue your journey. No, farkasunk Wilt és speechet tanul. Megtanult beszélni a farkasunk. Oké, minden oké. You leave the wind demon's territory, but one of them seems to follow you. She does not speak, but when you ask if she wants to join your village, she nods. Oh. Szereztünk egy Willit. Egy démon. Szó-szó. Kap egy értelmes fegyvert. Kap egy jó pajzsot. Ez a legjobb pajzsunk? Hát mondjuk, nem biztos. Nem a legjobb, az biztos, de ez egy jó pajzs. 9. Tudunk adni egy 8-as, vagy egy 17-2-t. 17-2 az mondjuk egy fokkal jobb, és izmos vagy valamennyire. Mondjuk a maradék az már nem fér be, de ennyit azért tudsz hozni. Ez nem jobb pajzs. Karba lehet, hogy lenne jobb. Mondjuk a 7-7 azért az egy elég jó csomag. Plusz herbalizmus. Na.
Életerő terén nem túl tökéletes, de azért kemény, hogy csak úgy szereztünk egy beszéddel egy embert. Ezért jó pofa az ilyesmi. No, mit tudunk most építeni? Nem sok mindent. Herbalista. Segít a gyógyításban? Legyen egy herbalista, és akkor építünk egy herbalista kunyhót. Nem egy minőségi herbalista kunyhót, úgy látom. Semmilyen komoly anyagból nincsen elég. Jó, megépítjük, de... Na, ez kvázi fölösleges. Most csak felderítünk alapvetően. Éjszaka úgyis megtámad majd mindenki, Spider Queen. No, Willy azért 32-es akcióhős. Támadása az nem egy fenomenál. Nyolcan megöli. Farkas küld előre. Kapsz egy shield light. Közelebbet, mindegy is. Úgyis az a lényeg, hogy a nagyot megöltük. A kicsik... Na, miféle fincsi? Bone Spike Armor. The whole land is shaken with tremors. Groans and thudding footsteps are heard throughout. Many people get bruised and thrown about, but the tremors eventually stop. Van valami, oda menjünk el, vagy nézzünk el. Vagy romok, vagy más egyéb. The whole land is shaken with tremor. Many people get bruised and thrown about, but you find some useful minerals. Hát, attól még nem nagyon örülök. No, viszonylag pofás páncél, 16-os súllyal. Silky vest. Ennek nem örülök, az előző se volt egy nagy program. Jutalom terén.
Na, egy Alpha Wolfot kihúztunk. Van egy normális First Strike-unk. ötvenegyes HP, wow! Nem tudok mit tenni az 51-jel, a 27-et meg nem akarom, hogy lőjön. Jó, és meg tudjuk ölni. Éppen hogy csak. Ez szoros volt. Az mondjuk fincsi lett volna, ha egy vérfarkast is most összeszedünk. Ez vicces. Advancement. Hármat a négyből, legyen 50 ember. Csinálj nagy dolgokat, szóval egész jól állunk. Győzz le egy csomó nagyon nehéz ellenfelet. És a Tech Treat dolgozói. Hát úgy látom, itt nem nagyon haladtunk. Crafting, aztán belekezdtünk, igen. Jó, kötelező. Auto-resolve. Össze tudta hozni. As you prepare to go to sleep and take one last look out of the windows, you see that the ground seems to be moving. You shout to your fellow villagers and soon realize that your home is swarming with rats. Vigyünk meg mindenkit. Yikes, nagy patesz, meg néhány még nagyobb patesz. És... mondjuk... valószínűleg nem túl erősek darabja. Darabra, de... de... de mondjuk nem tudom csak úgy leütni őket. Fetret. És counteroffenzem nincs. Nem, annyit tudok tenni, hogy bemegyünk mielőbb harcba, és akkor
Ezek gyakorlatilag erősebbek, mint én. Ez nem volt jó ötlet. De ezt nem tudtam, hogy ennyire brutálisan erősek lesznek. Jó, az annyira nem izgat, és te meg ott a shield leszel. A horda előtt, meg után. Yikes! Yikes! Lemészárolják az embereimet. Nem ezt. Még heten vannak, nem brutálisan erősek. Jó, te mész first actionbe, az meg egy counter tactics. Nem meg egy get closer. Nem mintha elég lenne, mert ők többen vannak egyszer. És iszonyú nagyok. Most nem vesztettünk embert. De hát ez ilyen vicc tartomány, hogy most nem vesztettünk embert. Jó, vagy hát nem annyira jó igazából. Trebzor valószínűleg megjárta. Ő az egyik gyűjtögetőnk. Nagy kár lenne érte. Undead ruin, undead ruin. Jó, sneakeljünk. Nem túl izmos csapatunk, mondjuk HP-ban jók vagyunk. Akkor egy counter offense. Egy counter tactics. Nem a legjobb opció. Confuse. Support ally. És mindet beküldjük, mert nincs sebzésünk érdemben. Úgyhogy minden extra sebzés kell. Főleg, hogy megoldjuk a másik kettőt. Azt most annyira nincs kedvem azokkal megküzdeni, úgyhogy körbe megyünk és visszajövünk. Trebzora. Your village medic has their hands full.
No, ez szerencsére intelligencia vonalon nagyon könnyű feladatunk van. Ez nem volt kihívás. The medic did not sleep or eat until every man, woman and child was tended to. És így némi extra HP-ra szertettünk. Az igen hasznos. No. Heroik csapatunk. Nem áll rosszul, de mondjuk nincs mit kezdenem vele, velük. Társaságunk mondjuk hoz egy adag jó felszerelést, sok-sok ritka cuccot, meg mi egyebet. De mondjuk jó néhány nap, amíg visszaérnek. Jobb hiány elpörgetünk. Despite the daytime, the sky is suddenly overshadowed by a thick, dark mist that slowly engulfs everything in its way. The black mist remains a malicious reminder of the days of darkness and their everlasting hold on fear. Even the bravest of souls feels a sudden dread as the black cloud slowly seeps into every corner of their surroundings and wraps them up in a suffocating blanket of dark energy. You could swear you see twisted faces and silent screams from within the darkness. You feel a cold chill running down your spine, and dry sweat covers your trembling body. Your very soul is now infected with the cloud. There are those amongst you that are not easily broken, even in the face of such dark terror. They help your group to stick together, and slowly move away from the mist. Every step feels heavy and slow, as if your legs were made of lead. Your heart pounds like mad, and with the help of your strong-willed companions, you fight the instinct to stop moving. Eventually, you clear the fog and make your way to safety. Kis ingyen vil. Fa. Ilyen olyan, amolyan. Kardokat is beadjuk igazából, amit nem használunk, azt nem használunk. Ezt nem viccből nem használjuk. No, viszont itt van. Egy kiváló pajzs, meg egy kiváló silky vest. Az annyira nem kiváló. Dragon Scale Armor. Shadow Armor. Equipment. Ó, sokkal erősebb lett, akkor tudsz kapni egy valamilyen íjat. De a pajzsod az elég homály. Kapsz egy kiváló pajzsot, jó? Nyolc. Na, lecseréljük 15-re. Zdanek. Négy.
Értem én, hogy... hogy ezt nem bírod el, de mondjuk azért a 11-es Silky Armort igen. Beloslav 6. Nem sokon múlik egyébként az se. Ez egy fokkal azért jobb. Willy. Willynek jó a páncélja. 11. Tudunk 11-en ütni? Tudunk. És még lesz egy kis mágiát. Te leszel a varázslója a csapatunknak. Kérdés, hogy hova menjünk felderíteni. A válasz, hogy leginkább sehova, Unliving Nest. De ide elindulunk ezért a valamiért, lootér. És craftereink tudnak készíteni új cumót. Főleg, ha lebontjuk a fölöslegeket. Tizenkét Darkwood. 8 Darkwood. Ebbe is van Darkwood. Ez olyan, hogy jó, oké, bone, meg ilyesmi. Iron. Leather. Nem egy nagy program. String, Amber. Ebbe is van Darkwood. Vine és Amber. Bone meg leather. Mondjuk jó lenne egy nehezebb páncélt készíteni, tudó képesség. Van értelme? Aranyfegyvernek? Nem különösebben. Acél. Na, az már egy fokkal jobb. Acél, és tudunk készíteni belőle még párat, ugye? 3 acélkard. Nem egy fenomenális program, tudományosan főleg, de... de egy jó kis eszköz lesz. Beszélők kellenek, hogy egy sage lesz belőle. Mit tud a sage-ünk? Herbalizmus, intelligencia, mágia és nulla HP.
Kap egy kardot. No, eddig oké. És az a két plusz erő az igen fincsi volt benne. Na, viszont kellene neki egy könnyű-könnyű pajzs, egy nagyon könnyű pajzs. Úgyhogy kraftereink, itt az ideje, hogy készítsetek egy legfeljebb 40 súlyú kardot, pajzsot. Pont 40, és 10 egészen jó, floating shield. Azt hiszem pont ezt kellett a sage-ünknek. És akkor legközelebb a sage-ünk tud majd menni a hős csapatunkhoz. A whole land is shaken, many people get bruised and thrown about, but you find some new. Slavers are a sadly common sight in Thea these days. Your scouts have spotted such a group in the area. Jó, ezt autókombattal old meg. Mit legyél vele boldog. Ezt a bigoszt azért nem annyira kéne. És floating shield. 36 armor, 19 pajzs. Nem rossz, 17-es damage. Ennél láttunk már rosszabbat. Akkor nézzük, hogy medium armorból mit tudunk craftolni. Csontbőr. Van egy adag enhanced bone erre az ígyre. És valamilyen jóféle, mondjuk ezüst. Runic. Ó, mágiát ad. És picit, picit nehéz. De lássuk. Csapatunk viszont megpróbál majd kommunikálni ezekkel a slaverekkel. You approach the slavers and see they are a mixed group of different peoples, including orcs, humans, goblins and even dwarves. They drag behind them a row of malnourished. Egyszerű. Beszélünk velük. Ha átadják a cuccot, akkor jó. Nem ezt mondtam, no mindegy. Na jó. Nem azt az akciót tette, amit kívántam. Az mindig jó.
Masszív szapportalaj. Jó, alapvetően minden beszédünk jobb, mint az övék. Úgyhogy ez nem volt kettesse. Your posturing and clear confidence made these slavers very uneasy. They must have had quite a fight beforehand, as you realize they would not have been an easy prey still. Their leader speaks. Fine, you can have half of our cargo and just leave us be. You feel this is a final offer. The slavers cut off their long chain in the middle of the row of slaves and leave with half of the cargo. Hát az nem sok. Slaves crying out, but most of them are too worn out to protest. You realize many of the rescued people will not survive the night, and yet you have given hope and a new start to some. Ez nem volt annyira nagy, mint gondoltuk volna. De se baj. Szintlépés. Farkasunk erősebb. Medik, az fincsi lesz. Na lássuk ezt a lootot ezért. The rusty iron gates look foreboding and creepy. You rummage through the ruins of this old Yikes. Két unliving, meg három sima. Az unliving az elég veszélyes, főleg ha ők jönnek előbb. De mondjuk konfúzálni tudjuk, az azért nem egy rossz lépés. Kapott egy adag páncélt, az mondjuk a legkisebb ijesztő. Counter Tactics-szel azt kiütjük. Marad ez a három. Küld előre. Shield ally. Ennek van elég shieldje, hogy kibírjon egy pofont, utána meg megütjük. You beat the enemy and find a hidden stockroom nearby. Jó, hát. Ha ennyi volt, akkor ennyi volt a sérülés. Ennél jobbat vártam. Folytatjuk legközelebb.